Esti mese a Pécsi Nemzeti Színház művészeivel. A városi egér és a mezei egér. A városi egér gyakran kirándult vidékre, s az egyik ilyen kiruccanása alkalmával megismerkedett a mezei egérrel. Összebarátkoztak, s együtt töltötték az egész napot. A mezei egér megmutatta új barátjának a szántóföldet és a kerteket, megízleltette vele a vidék különféle gyümölcseit. A városi egeret elbűvölte a táj szépsége, s csodálatát lelkes szavakkal ecsetelte, bár a mezei egér ételei nem nagyon ízlettek neki. Hálából az együtt töltött szép napért és a szívélyes kalauzolásért meghívta a mezei egeret, hogy látogassa meg őt a városban. Amikor a mezei egér beállított a barátjához, tátva maradt a szája a csodálkozástól. Sonka, sajt, olaj, liszt, méz, lekvár, s még ki tudja, mi minden sorakozott a kamra polcain. A szegény egér ámulva kiáltott föl. Ilyet még életemben nem láttam. Valóban megeheted ezt a sok finomságot? Természetesen, felelte a másik. S mivel a vendégem vagy, ugyanúgy vehetsz belőle, mint én. Neki láttak hát a lakomának. A mezei egér mindenből csak keveset evett, mert eltökélte, hogy ő bizony megkóstolja valamennyi finomságot, mielőtt jól lakna. Te vagy a legszerencsésebb egér, akivel valaha találkoztam, vallotta meg a mezei egér a városinak. A városi egérnek jól estek barátja szavai. Hirtelen azonban közeledő, súlyos léptek zaja szakította félbe az ebédet. Gyorsan, meneküljünk, suttogta a városi egér. Még éppen időben a gazdasszony már ott topogott, alig két lépésre tőlük. Micsoda ijegység! Még szerencse, hogy az asszony csak hamar kiment a kamrából, s a két egér folytathatta a félbe maradt torkoskodást. Gyere csak, gyere! Hívta társát a városi egér. Ne aggódj, már elment. Most végre a méz következik. Meglátod, milyen jó. Kóstoltad már? Igen, egyszer, nagyon régen, füllentette a mezei egér. Amikor azonban megkóstolta, nem állhatta meg, hogy föl ne kiáltson. Micsoda finomság! Az egerek urára esküszöm, életemben nem ettem ilyen csodálatos édességet. Hamarosan azonban újabb, az előbbinél súlyosabb lépések késztették menekülésre őket. A gazda jött be egy palack borért a kamrába. Amikor meglátta a kicsöpögött mézet, mérgelődni kezdett. Átkozott egerek! És én még azt hittem, hogy végleg elintéztem őket. Na várjatok csak! Mindjárt küldöm a macskát, s akkor aztán jaj nektek! A félelemtől reszkető két barát sokáig nem ismert előbújni rejtek helyéről. Leginkább a gazda fenyegetőzése miatt aggódtak. Még a lélegzetüket is visszafojtották, nehogy zajt csapjanak. Látván azonban, hogy nem történik semmi, lassacskán megnyugodtak, s bátorságot gyűjtve előjöttek a rejtek helyről. Gyere nyugodtan, nincs itt senki! Suttogta a városi egér a mezeinek. Ebben a pillanatban azonban a kamrajtó csikorogva kitárult, s két szegény egér majd kővé vált rémületében. A fél homályban egy villogó sárga szempár szikrázott föl. Hatalmas macska nézett körül fenyegetően. A városi egér és barátja szép lassan, anélkül, hogy zajt csaptak volna, ismét elrejtőztek. Legszívesebben még a szívverésüket is leállították volna, nehogy a macska meghallja a rémült zakatolást. Szerencséjükre a macska figyelmét egy szép kolbászdarab vonta magára, s kötelességét, meg a gazda parancsát feledve
Azt kezdte kóstolgatni. Feltehetően a kolbásznak is szerepe volt abban, hogy úgy döntött, későbbre halasztja az egérvadászatot. Elballagott, hogy szonyókáljon egy kicsit. Több se kellett a mezei egérnek, amint észrevette, hogy szabad az út, sietve kezet nyújtott barátjának, s gyorsan elbúcsúzott. Mindent köszönök, de nem maradok tovább. Túl izgalmas erre az élet. A legfinomabb étel is elveszíti az ízét, ha állandóan az életemért reszketek. Beérem a kevesebbel, csak békében élhessek.